Ez a Hír 18, a jásság híradója 18 településről 18 órakor. Éves közmeghallgatását tartott a kedd este Jászberény képviselőtestülete. Fa vagy ivóvíz felújítás. De elkezdjük meg. Jászapáti önkormányzata sikeresen valósította meg a Zöldváros programot. A református egyházközség óvodája 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a városban. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a jássági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Kedd este tartotta éves közmeghallgatását Jászberény képviselőtestülete. Számos összefüggésben előkerült a városi közlekedés, többen szót emeltek a belső zagyva állapota miatt, de még a közvilágítás hatékonyságát is firtatták a jászberényi polgárok. Egyértelművé vált az is, hogyha a jelenlegi nyomvonalon újítják fel a Szent István körút ivóvízhálózatát, akkor a körúti fák jelentős részét ki kell vágni. Ez utóbbi témáról egy újabb lakossági fórumot tartanak majd a városban. A Dérinné rendezvényház nagy termében tartották meg ez alkalommal is a közmeghallgatást. Nem voltak sokan a fórumon, de az állampolgárok számos olyan problémát vetettek fel, amely nem csak egy-egy személynek lehet fontos, hanem a város többi lakója számára is. A közlekedés helyzete ez alkalommal is kiemelt szerepet kapott. Megemlítették például a Kossuth út és a Szerecsen utca környékének forgalmi problémáit. Kisposta előtt milyen idétlen a forgalom. Mindig azt a választ kapom rá, hogy a forgalomnak megfelelően majd megnézzük. A forgalmi rend felülvizsgálatának igényét a város más térségéből is felvetették. Szeretnék például, ha az önkormányzat átgondolná a Herkules utca, a Fiascsúk utca és a Buzogány utca környékének közlekedési helyzetét. A polgármester hangsúlyozta, szakemberek bevonásával a forgalom nagyságát figyelve igyekeznek a legoptimálisabb közlekedési rendet kialakítani. Hogy bizony autóval akkor kerülni kell. Egy utcát, két utcát, három utcát, nem gondolnám, hogy ez akkora probléma kell, hogy legyen, hogy ezért mondjuk valakik beindulása kapcsán forgalmi rendet kelljen változtatni. Keressük meg azt a legpraktikusabb megoldást. Az utóbbi években szinte minden alkalommal előkerül a lakossági fórumokon a 32-es főúton a felújítása. Mikor kezdik el a Jászfényszarva vezető út felújítását? Ugyanakkor kérdésként vetődött fel az is, hogy mikor kezdődhet el a várost megkerülő főút utolsó ütemének építése. A polgármestertől megtudhattuk, hogy a beruházás fedezetéhez újabb forrásokra lesz szükség. Egy bizonyos összeg, konkrétan 500 millió forint a rendelkezésre álló kerethez képest hiányzik a kivitelezés végösszegéből. Ebben az ügyben kormányhoz fordultunk a héten csütörtökön, holnap után képviselő úrral, Varga miniszter úrhoz megyünk a pénzügyminisztériumba, viszünk jó nagy táskát, bőröndöt, hogy azt a 500 milliót el tudjuk hozni. Reméljük, hogy meg tudja oldani a kormány, hogy ezt ahhoz az ominózus 6,2 milliárdhoz még ezt a forrást hozzáteszi. Ebben az esetben még idén megkezdődik a kivitelezési munka. Dr. Szabó Tamás továbbra is bízik abban, hogy a 32-es főút felújítása mellett az elkerülő út befejező szakaszának földmunkái még idén ősszel elkezdődnek. A város belső útjaival kapcsolatban is több hozzászólás érkezett. Megemlítették a Rákóczi út vagy épp a Tököli út aszfaltburkolatának hibáit, illetve a kisebb utcák útjainak minőségi gondjait. A képviselők és a szakemberek kérték a lakosságot, hogy folyamatosan jelezzék az úthibákat, a JVV ZRT munkatársai pedig igyekeznek azokat minél előbb kijavítani. Az ivóvízhálózat javítása elodázhatatlan a Szent István körúton. A rekonstrukció megkezdésének várható idejére kérdeztek rá a környék lakói. Tud-e nekem valaki mondani valamit, hogy végül is ez meddőterhesség volt, vagy megszületik még egyszer ez a felújítás? Mert kb. 2 hete volt ivóvíz csütörés ismét, tehát nem újság ez már nálunk. A polgármester válaszában elmondta, hogy a Szent István körúti fasort annak idején az ivóvíz vezeték fölé telepítették. A csövek cseréje kizárólag a fák jelentős részének mintegy 90%-ának kivágásával történhetne meg. Az elkövetkező hetekben megjelölik azokat a növényeket, amelyek kivágására szükség volna. A csövek kiváltása után arra a nyomvonalra nem lehet majd fát ültetni. Mindenképpen lakossági fórumot tartanak a kérdésről. És maguk el fogják dönteni, hogy fa vagy ivóvíz
Jó néhányszor előkerült a közmeghallgatáson a városi zagyva állapota. A felszólalók megjegyezték, hogy korábban ugyan megtörtént a meder kotrása, de a vízi növények vágása évről évre elmarad. A városüzemeltető cég képviselője elmondta, hogy a növények vágását ütemezetten az anyagi lehetőségekhez mérten fogják elvégezni. Mindezek mellett a fórumon előkerült a városba érkező külföldi vendégmunkások lakhatási helyzetéről, az együttélés szabályainak be nem tartásából adódó gondok. Felvetődött, hogy helyenként a közvilágítás minősége nem megfelelő, illetve szóba került a csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciójának szükségessége is. Ezekre a témákra, illetve a közmeghallgatáson szóba került egyéb kérdéskörökre később a Hír 18 adásaiban és riportműsorainkban térünk vissza. A Jászapáti Városi Önkormányzat sikeresen valósította meg topos konstrukció keretében a Zöld Város kialakítása Jászapátiban című projektet bruttó 50 millió forint 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból. A projekt egyszerre járul hozzá az élhetőbb városkép kialakításához, és igyekszik a Jászapátin üdülőket is új szolgáltatásokkal kiszolgálni a városi piac térségében. 2018-19-ben zajlott a Zöld Város kialakítása Jászapátiban projekt kivitelezése, mely egy élhető települési környezethez szeretne hozzájárulni. Elsődlegesen szerettük volna, hogyha az ide látogatók, főleg a termálstrand fürdő környezetébe ellátogatók megismerhetik Jászapáti úgymond termékeit, és ennek egyik eleme volt, hogy egy olyan vonzó és felhívó figyelmet érdemlő bejárata legyen, amelyik úgy érzem, hogy méltó, és már nagyon sok városban a piac az egy meghatározó eleme a városnak. A piac rendezése nem új keletű. Már jóval a projekt előtt készített a város egy átfogó koncepciót annak fejlesztésére. Ennek köszönhetően korábban már megépült a piac csarnok, egy termelői bolt, valamint pihenőpadokat is kihelyezett az önkormányzat. Az aktuális projektben zajlott beruházásunknak köszönhetően a piac funkcióbővítő fejlesztése, illetve zöld felület növelése valósult meg. A zöld területek összekapcsolhatóak a közelben lévő művészetek háza zöld területével, ezáltal egy széles körben használható közösségi tér alakult ki a városközpontban. Maga a Zöld Város projekt az arra irányul, hogy egy szép, mögöttem látható, egy szép piac bejárót építünk, illetve a környezetét igyekszünk olyan zöldövezettel, játszótérrel, olyan parkosítási megoldásokkal színesíteni a látványát, hogy a város központot szépítse. A jobb állapotú piactér jobb kereskedelmi színvonalat biztosít az eladóknak és a vevőknek egyaránt, ezáltal hozzájárulhat a helyi termelők bevételeinek növekedéséhez. A mai modern városokban pedig elengedhetetlen a zöld felületek megfelelő mértékű kialakítása. A kisgyermekes családok vélhetően előbb választanak egy szépen parkosított városközponttal rendelkező települést egy kevesebb zöld területtel rendelkezőhöz képest. Ebből is látszik, hogy Jászapáti előre tekint és igyekszik fejlesztéseivel a családközpontúságot képviselni most és a jövőben is. A következő ütemekben pedig a piac területén zöld felületek és pihenőhelyek kialakítására nyílik majd lehetőség. Erre viszont meg kell majd keresnünk a forrást, terveink rendelkezésre állnak, és pályázunk, valamint hozzáteszünk még önkormányzati önerőt, és így próbáljuk tovább fejleszteni és szebbé tenni a piacunkat. Piactér infrastruktúrális fejlesztése az esetlegesen betelepülő kereskedelmi vállalkozások számára jelenthet megfelelő helyszínt. A fejlesztés megvalósítása révén a közeli szegregátumok lakóinak életkörülményeit is javítják a kialakított zöld felületek. A Jászberényi Református Egyházközség óvodája 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a városban. A jeles évfordulóról hálaadó Isten tisztelettel emlékeztek meg a gyülekezet tagjai és a Gólya óvodába járó gyerekek május 26-án. Hamarosan mutatjuk a részleteket, előtte rövid híreink következnek. Fogászati rócsó Jászberényben 3 napon át. Változatos programokkal várták a Jászfényszarú gyermeknapi rendezvényeken a legkisebbeket. Rövid híreink következnek. Kedden érkezett Jászberénybe a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ingyenes fogorvosi szűrést végző mozgó fogászati rendelője. Az idei OTP Bank fogászati rócsó keretében az országban 17 helyszínre látogat el a szűrőbusz. A szolgálat önkéntes fogorvosai városunkban, a program 4. állomásán, a központi óvodában várták a gyerekeket. A fogászati szűrés és kezelés mellett a szakemberek tanácsot is adnak a fiataloknak és megmutatják a helyes fogápolás módszereit. A helyszínen arcfestők szórakoztatják a vizsgálatra várakozókat. A fogorvosok 3 napon át
csütörtökig végzik a szűrést és a megelőző tevékenységet Jászberényben. Rendkívül változatos és gazdag gyermeknapi programokkal várták Jászfényszoron a legkisebbeket. Az elmúlt hétvégén sport és szabadidős programok, koncertek csalogatták nem csak a gyerekeket, hanem az egész családot is a Petőfi Sándor művelődési házban, illetve az intézmény parkjában megszervezett eseménysorra. Futball, kosárlabda, légpuska versenyek minden mennyiségben. Sokan voltak kíváncsiak a Vidán Park programjaira, de azoknak sem kellett csalatkozni, akik a logikai képességeiket szerették volna próbára tenni. A római kor világát varázsolta a városba a Lumina kor. Szerepjátékos közösség, volt játszóház, de még játékcsata is. Nem maradhatott el a Báb színházi bemutató, sőt még a Kaszkadőrök műsora is elkápráztatta az érdeklődőket. Az esti programokban pedig már a zenéjé volt a főszerep. Ezen a napon minden gyermek megtalálhatta a számára legkedvesebb lehetőséget a felhőtlen szórakozáshoz. A Szent Háromság oszlop felújítására indított gyűjtést a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület. A városközpontban található közel 200 éves műemlék megőrzéséhez 12 millió forintra van szükség. Ennek egyik felét pályázati támogatásból remélik, a másik felét pedig közadakozásból szeretnék előteremteni. A kolera járvány idején 1831-ben állította a Szent Háromság oszlopot Alavander Mihály Jászberény tanácsának egyik tagja. Két évszázad alatt kisebb felújításokat végeztek már a műemléken, de átfogó rekonstrukciója elmaradt. Ennek eredménye, hogy a műemlékadatbázis oszlopról készült állapotleírása ez idő szerint egyetlen szó, pusztuló. A Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület kezdeményezésével épp ezen szeretne változtatni. Romos állapotban van. És a megmentése szinte az utolsó 24 órában van. Ha ezt most nem csináljuk meg, egy olyan érték veszik el itt a város részéről, a város lakók részéről, ami pótolhatatlan. A közösség tagjai úgy érzik, hogy meg kell őrizni azt az értéket, amit annak idején elődeink létrehoztak. A Berényi Városvédők korábban már több sikeres adománygyűjtést is szerveztek. Ilyen volt a jászemlékmű megvalósítása, vagy épp a Korsóslány kútjának létrehozása. Most az oszlop felújítása érdekében indítottak adománygyűjtést, a 30. jászbál bevételét is az újjáépítés támogatására ajánlották fel. Aki úgy érzi, hogy szeretné támogatni a cél megvalósítását, az adományokat fogadják a Jász Múzeumban, illetve az Egyesület képernyőn olvasható bankszámla számára is utalhatják az összeget. A felújítás mintegy 12 millió forintos költségének felét egy pályázati támogatás segítségével teremtik elő, a másik felét pedig a közadakozásból szeretnék összegyűjteni. Hát ha Isten is segít bennünket, meg a lakosok is úgy akarják, akkor 2020. augusztus 15-én van a nagy templomnak a fő búcsúja, akkor, hogyha ez felavatásra és felszentelésre kerülhetne. A műemlék felújításához komoly előkészítő munkára van szükség, azt követően pedig szó szerint darabokra kell szedni az oszlopot. Tudtuk meg Sisa Bélától, a megyei kormányhivatal örökségvédelmi osztályának műemléki szakügyintézőjétől. Hogy teljesen szét lett bontva ez az egész szobor, mert olyan állapotú, tehát olyan állapotban van sajnos már, hogy ezt meg kell csinálnunk, és utána szépen restaurátori műhelybe fog ez elkészülni. Az alapokig le kell bontani a 200 éves műemléket. Azt látjuk, hogy már a talapzattól kezdődően rendkívül rossz állapotban van ez a szobor együttes, ez az oszlop. Hogyan, milyen módon fognak hozzá a munkához? Igen, tehát teljesen szét kell szedni a szobrot, és ezek után kezdődik az alapozás. Itt jól látszanak már a téglák, amire annak idején rá lett állítva. Valószínű ezek se jó minőségűeket, teljesen alapig vissza kell bontani, azt kiásni, megcsinálni az alapozást, megcsinálni a szigetelést, és utána kezdődik a kőrestaurátori feladat. Megtisztítják az oszlop tetején található Szent Háromság szobrot, illetve az összes kőfelületet. Rendbe teszik az oszlopfőt, majd megvizsgálják a talapzaton található párkányokat is, amelyeket nagy valószínűséggel újra kell faragni. A párkányokon található szobrok nagy rekonstrukciójára lesz szükség, egyet újra kell faragni közülük. Mindezek mellett javítani kell az egyik talapzaton található címet, illetve a másik talapzaton található feliratot is. A cél, hogy a felújítás után legalább fél évszázadig ne kelljen ismét hozzányúlni a városközpont képét meghatározó műemlékhez. A Jászberényi Református Egyházközség óvodája 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a városban. A jeles évfordulóról hálaadó Isten tisztelettel emlékeztek meg a gyülekezet tagjai és a Gólya óvodába járó gyermekek május 26-án.
Nagy volt a sürgésforgás vasárnap délelőtt a Jászberényi Református Gyülekezet házatáján. Az istentiszteletre a szokásosnál is több kisgyermek érkezett szüleivel. A készülődés nem volt alaptalan, hisz 25 évvel ezelőtt jött létre városunkban a református óvoda. A gólyaovi apraja nagyja összegyűlt a templomban, az érkezőket Mező István lelkész fogadta. Isten igéjére alapozva próbálták annak idején, ami elődeink gólyaovodát elindítani keresztény hitben, hogy tényleg tudjuk meggyökerezni a Biblia alapján, és ez mindig egy fontos felelősség volt, és úgy érzem, hogy nem csak egyházi, hanem társadalmi küldetés is. És a 25 év mutatja, hogy sikeres küldetés is volt. Igen, Istennek legyen hála, hogy egyre többen jelentkeznek a gólyaovodába, sőt, most így a kormányunk, illetve az önkormányzat támogatásával bővítve is lett az óvoda, de arról majd egy másik ünnepségen fogunk megemlékezni. Most már teljesen készen van a bölcsőde szárny az óvodának a bővítése. A folyamatosan megújuló és bővülő intézmény sikerességét az emberek munkájának és az isteni segítségnyújtásnak köszönhetik az óvoda vezető szerint. A 25 évben minden benne volt természetesen, hogy minden 25 évben voltak nehézségek, voltak örömök, boldogságok, volt sok hálaadás, volt sok dicsőség és volt sok könyörgés, és úgy gondolom, hogy a könyörgésünk mind meghallgattatott, és elnyertük azt a jézusi dicsőséget, amire vágtunk, és az intézményünk virul, épül, szépül, gazdagodik, jól ellátottak vagyunk, mind tárgyi felszereltségben, mind gyermekügyi, mind a személyi feltételekben. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval, úgyhogy én nem kívánok magunknak mást, csak ugyanezt a következő évben. A tanévzáró hálaadó Isten tiszteleten énekkel mutatkoztak be az óvisok a gyülekezet előtt. Az Isten tiszteletre ellátogatott Jászberény város polgármestere dr. Szabó Tamás. A gyülekezet tagjai azt remélik, hogy az óvoda számára valóban legalább olyan sikeres lesz az elkövetkezendő 25 év, mint volt a megelőző negyedszázad. Hamarosan kezdődik Nézőpont című műsorunk Erdei Gábor vezetésével. Szerbusz Gábor, milyen témával készültél ma számunkra? Szervusz Marika, köszöntöm a nézőket! Az európai parlamenti választás vasárnap lezajlott, ennek eredményéről országos, helyi, illetve nemzetközi tekintetben az európai eredményekről fogunk beszélgetni a győztes párt jászsági parlamenti képviselőjével, Pócs Jánossal. Egy picit nem csak a számokat fogjuk elemezni, hanem arról is fogunk beszélgetni, hogy mi várható ezután a következő uniós ciklusban, az Európai Unióban. Szóval mindezekről hallhat a Nézőpont szerdai adásában. Köszönöm, most tekintsük meg még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Éves közmeghallgatását tartottak Kedeste Jászberény képviselőtestülete. Fa vagy ivóvíz felújítás. De elkezdjük meg. Jászapáti önkormányzata sikeresen valósította meg a Zöld Város programot. A református egyházközség óvodája 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a városban. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.